Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelési miniszter. Köszöntöm itt a stúdióban! Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket, a jó hallgatókat! Miniszter úr, február 8-án a Nagykun Közéleti Hagyományőrző Egyesületnek egy következő rendezvényére kerül sor, melyen dr. Isaszegi János nyugalmazott vezér őrnagy lesz az előadó. Több témát fog érinteni ez az előadás, de még mielőtt erre kitérnénk, mutassuk be a vezérőrnagy urat, mit lehet róla tudni. Vendégünk lesz Isaszegi János tábornok úr, vezérőrnagy, aki több tudományos fokozattal rendelkezik, jó pár harcteret megjárt, mint békefenntartó alakulatoknak a résztvevője vagy vezetője, különböző alakulatoknál is szolgált, hosszú pályafutás alatt a legutóbbi időszakban az Zrínyi Katonai Kiadónak volt a vezetője, és ma is aktív szakértő, különösen azért is lesz érdekes szerintem az előadás, mert ő járt azokon a területeken, vagy jelentős részén, ahol most kritikus helyzet van, háború van, válságok vannak, még a Szovjetunióban végzett, tehát a nyelvtudása az angol mellett az oroszt és az ukránt is magában foglalja, és még jó néhány más nyelvet. Tehát első kézből szerzi az információkat, így akik eljönnek, első kézből tudnak tájékozódni. Akkor hitelesebb, autentikusabb lesz az előadása. Járt ő már Karcagon, tehát találkozhattunk vele, hogyha jól emlékszem, könyvbemutatóna városházán, és bízunk benne, hogy ezen a fórumon is megfogja az embereket, akik ott lesznek. A Kovács Mihály könyv bemutatója volt annak idején, amelyet ő gondozott, és nagyon színvonalas kötet Pintér Zoltán történész barátunk, önkormányzati képviselő munkája. Szerintem minden karcagi házban kellett példány belőle. Most a témák egyébként, tehát a jelenleg zajló háborúk, illetve abban a drónoknak, a modern fegyvereknek a szerepe. Hát elszomorító az, hogy egyre újabb és újabb konfliktusok lángolnak föl. Egyfajta háborús retorika kezd inkább elterjedt lenni. És ugye összeszámoljuk, hogy Ukrajnában kezdődött, emellett ott van Örményország és Azerbajdzsán között egy konfliktus, ott van a gázai háború gyakorlatilag, ott van a Vörös-tengernél egy háborús krízis, ahol a nemzetközi hajózási útvonalon szállító hajókra nyitottak tüzet, és ráadásul még Pakisztán és Irán között is különböző villogások voltak az elmúlt időszakban, akkor látszik azt, hogy akár távolabbi, akár közelebbi helyeken is nagyon komoly gondok vannak. És ugyan távolinak tűnik mondjuk a Vörös-tengeren a Bab-el-Mandeb szorosnak a földrajzi elhelyezkedése, könnyek kapujának hívják, de hát ott zajlik a Szuezi csatornának a forgalma, amelyen keresztül egyébként a magyar export és a Magyarországra irányuló import is zajlik. Tehát ezek közvetlenül érintenek bennünket, ezeken a tengeri hajózási útvonalakon történik ma a világkereskedelmnek körülbelül a 90%-a. Tehát amit mi tengeren tudunk, azt szállítunk, azok is nagy rész Gibraltáron vagy a Szuezi csatornán és a Bab-el-Mandeben keresztül jutnak el a külső piacokra. Tehát hiába van távol tőlünk, azonnal megjelenik az árakban, vagy megjelenhet, illetve a különböző olaj és gáz árakat is befolyásolja, hiszen nagyon közel vannak a kőolaj és földgáz kitermelő területek is ezekhez a krízispontokhoz, válságócokhoz. Hát én azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, és hát reméljük, hogy kevésbé érint bennünket, de fennáll a veszélynek, hogy ez kifejezetten húsba vágó dolog lesz. És akkor a végére hagytam, de nyilván a legfontosabb az ukrajnai helyzet, ahol egyre nehezebb tisztán látni, hogy akkor most nyerés áll-e valaki, mi lesz a vége, miképpen fog az történni, és akkor ehhez képest vannak különböző, akár NATO, vagy tagállami szintűen megfogalmazott háborús helyzetre utaló kijelentések, amik hát azt hiszem, hogy nem megnyugtatnak bennünket, hanem inkább a feszültséget növelik. Tehát ebben a környezetben szerintem igazán hasznos, hogyha hallunk egy olyan szakértőt, aki tényleg nagyon alapos, nagyon komoly tudással rendelkezik, és bennünket majd
el tud látni olyan információkkal, meg segítik azt, hogy megértsük a történéseket. Igen, egyik előadásának a címe, egyik témájának a címe az orosz-ukrán proxy háború. Ugye kevesen hallottuk ezt a fogalmat, hogy proxy háború. Azt tudjuk, hogy mit jelent ez. Igazából ez egy ilyen újabb keletű kifejezés, tehát talán úgy lehetne körülírni, amik, hogy másokkal vívják meg a harcot, akár gépekkel, akár más államoknak az embereivel, vagy zsoldosokkal, egymás ellen küzdő, egymás vetélytársaiként fellépő hatalmak. Tehát egy újfajta hadviselés, amiben benne van a kiberhadviselés, ahol egymás számítástechnikai rendszereit igyekeznek lerombolni. Benne vannak különböző ilyen diverzás akciók, amelyek mondjuk közművezetékek, trafóházak ellen, gáz- és kőolajvezetékek ellen irányulnak, tehát egy eléggé összetett jelentése van. Én egy újabb kifejezésnek tekintem, ez a technikai fejlődés és a globalizációval jár együtt, hiszen régebben, hogyha két államnak problémája volt egymásra, akkor megütköztek a csatatéren, és ott lehetett tudni, hogy ki kivel van itt, ennél már sokkal bonyolultabb a helyzet. Köszönöm szépen a beszélgetést, miniszter úr! Én is köszönöm.